Szeretettel köszöntök minden kedves televíziónézőt! Önök a Hétembere című magazin műsorunkat látják itt a TV Szentendrén, melyben ez alkalommal sok szeretettel köszöntöm Molnárné Reskovics Zsuzsát, a Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium igazgatóját. Üdvözlöm! Köszönöm szépen a meghívást, én is szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Igazán aktív időszakon vannak túl, de még benne is vannak. Az, hogy általános iskola és gimnázium ebben az időszakban több feladatot rótt önökre, hiszen az öröme mellett, hogy nagy csoportosokat vártak nem is olyan régen, az első osztályba érkezőket csalogatják egy kicsit az iskolába. Hogyan történt ez önöknél? Minden évben két alkalmat szervezünk, amikor az óvodásokat meghívjuk, a nagycsoportos óvisokat, hogy ismerkedjenek az iskolánkkal. Átélve a szülőknek azt a nagyon nagy dilemmáját, hogy kiválasztani a legjobb iskolát a saját gyerekünknek, azért ez egy nagyon nagy feladat és nehézség a szülőknek. Én szülőként és pedagógusként is vallom azt, hogy nincsen jó iskola meg rossz iskola, hanem az én gyerekemnek jó iskola, illetve rossz iskola létezik. Tehát meg kell találni azt az iskolát, ami a saját gyerekünknek leginkább passzol. Ez pedig csak úgy lehet, hogyha elmennek és körülnéznek az iskolában, megismerkednek lehetőség szerint a leendő tanítónénikkel. Illetve hát a nyolcadikos szülőknek is ezt szoktam mondani, amikor középiskolát keresnek a diák vagy a gyermeküknek, hogy menjenek el, nézzék meg a középiskolákat, a gimnáziumokat, hogy melyik az, ami leginkább passzol az ő gyermeküknek. És hát ilyen hívogatót mi ezzel a névvel illettük ezeket az alkalmakat, hívogatót kétszer tartunk egy évben. Először november vége, december elején szoktunk egy ilyen alkalmat szervezni, a másik pedig épp a múlt héten szombaton volt, amikor jöttek hozzánk a nagycsoportos óvisok. Hát igazából ilyenkor a gyerekeknek lehetőséget adunk arra, hogy játszanak, kicsit megismerkedjenek az iskolával. Decemberben kézműves foglalkozásokat tartottunk nekik, most pedig a sportra helyeztük a hangsúlyt, kipróbálhatták a tornatermet, illetve a tanúszodánkat is. Nem véletlenül, hiszen ha jól tudom, két osztály indul önök elsőben, és az egyik tagozatos, amely a testnevelés tagozat. Igen, hát már jó régen elkötelezettek vagyunk a testnevelés mellett, és így van ez most is. Úgyhogy az egyik osztályunk az általános iskolában testnevelés tagozatos, ahol pici elsőskoruktól kezdve testnevelő szaktanárok foglalkoznak a gyerekekkel, így egy kicsit magasabb szintű képzésben részesülhetnek. És hát ennek is része ugye az, hogy ismerkednek a sporttal, úgyhogy nagyon élvezték a gyerekek, és közben pedig a szülőket tájékoztattam én, aztán a tanítónénik is az iskolával kapcsolatos tudnivalókról, és mindent megkérdezhettek, ami számukra fontos a gyermekük jövője tekintetében. Hogy értékelni, mennyire zárult sikeresen ez a hívogató két programja? Én azt gondolom, mindenféleképpen sikeresnek nevezhetjük. Egyrészt az érdeklődés miatt is, mert igen sok érdeklődő volt mindkét alkalommal. Másrészt pedig megvalósulhatott az, hogy valóban személyes kapcsolat alakulhatott ki a tanítónénik és a szülők között, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos ahhoz, hogy valóban jó döntést tudjanak hozni a szülők. Sok szülő rémálma azt gondolom, hogy a férőhelyektől fél. Mennyire tapasztaljátok azt, hogy túljelentkezés van nálatok évről évre? Az az igazság, én most igazgatóként 7. éve követem a beiskolázási időszakot, és minden évben elterjed egy, hát egy pánik tulajdonképpen, hogy ja Istenem, mennyi gyerek van, és hogy lesz-e elég hely. És valóban, amikor megkapjuk a kormányhivataltól a lakónyilvántartásból, hogy hány tanköteles korú gyermek van, és elvileg hány gyerekre kell számítanunk, akkor egy kicsit mi is meg szoktunk ijedni. De valahogy egy részük, gondolom, talán nem is Szentendrén jár iskolába, vannak, akik az óvodába maradnak még, mert még nem jönnek iskolába. Aztán minden évben eddig még úgy volt, hogy egész szépen elsimult minden, és gyakorlatilag néhány kivételtől eltekintve minden gyerek abba az iskolába kerülhetett, ahova igazán szeretett volna. Ugye a körzetes iskoláknak hivatalosan kötelességük fogadni a gyerekeket, de Szentendrén valahogy nagyon jól kiegyenlítődik ez, hogy el tudnak helyezkedni oda a gyerekek, ahova igazán szeretnének.
Remélem, hogy azok a szülők, akik nézzenek minket, ez jó reménnyel tölti el őket, és így vágnak bele az iskola kezdésbe majd a gyerkőccel. Na de a nyolcadikosoknak is nagyon izgalmas időszak. Hát van már mögöttük valamennyi, hiszen a központi írásbeli felvételi ideje már lejárt, túl is vannak ezen. De hát ugye a szakgimnáziumokba és a szakközépiskolákba való jelentkezés idejét éljük. Ti ugye általános iskola és gimnázium is vagytok. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy mik voltak a tapasztalatok a központi írásbeli felvételivel kapcsolatban, amely ugye a magyar és a matematika tantárgyát követte. Hát igen, a nyolcadikosok most tulajdonképp a közepén vannak a felvételi eljárásnak, mert hogy az írásbeliken vannak túl. Az idén a központi írásbeli azért nagyon sok mindenkit elkeserített, nekem az a tapasztalatom, mert én matematika szakos vagyok, és én is úgy gondolom, hogy azért egy kicsit túl nehézre sikerült az idei központi írásbeli, ami bizonyos szempontból jó, bizonyos szempontból nem jó. Nem jó a gyerekeknek, mert hogy mondom, kudarc élménnyel jöttek ki nagyon sokan a felvételiről, kétségbeesve, hogy nem jól sikerült, vagy hogy sok mindent nem tudtak esetleg, vagy kevés volt az idő, mert azért sok feladat volt, és mindössze 45 perc állt rendelkezésükre, tehát hogy nem tudták befejezni, és ezen nagyon sokan megijedtek. Tehát lelkileg azt gondolom, hogy igen, kevés olyan nyolcadikos diák van, aki most úgy jött ki a felvételiről, hogy ez neki szuper jól sikerült. Viszont ugyanakkor mindenkit azzal biztattam, hogy ilyenkor ez mindenkinek nehéz. Tehát mindenkinek ugyanazt a nehézséget kell átélni, és valószínűleg összességében is alacsonyabb pontok születnek, vagy alacsonyabb átlagpontok születnek. Arra viszont a középiskolák szemével nézve jó ez egy ilyen nehezebb felvételi, hogy jobban szórja a gyerekeket, és jobban lehet válogatni, hogy mondjuk például nálunk, akik matematika tagozatost is indítunk, hogy kik azok, akik tényleg igazán ügyesek voltak matematikából. Ezen a példasoron ez mondjuk nagyon jól lemérhető, és látszik, hogy ki az, aki egy ilyen nehezített példasort is ügyesen és jól tud megoldani. Mi volt a tapasztalat? Körülbelül hány gyerkőc érkezett hozzátok, hogy a központi írásbeli felvételit nálatok írja meg? Nálunk nem egészen 90 diák felvételizett most a központi írásbelin. Ez egy elég jó szám, bár teljesen független attól, hogy ki hova fog jelentkezni, mert gyakorlatilag bármelyik középiskolában megírhatják, és az értékelő lapokat figyelembe kell vegyük függetlenül attól, hogy hol javították azt. Meg hát egy központi javítási útmutató alapján javítunk mindenütt az összes középiskolában, úgyhogy hát ilyen egy-két pontok lehetnek azok, ami mondjuk szubjektív megítélést tárgya, mert azért mindent szabályoz a felvételi útmutató. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból mindegy, hogy hol írták a gyerekek. Kijavítás szempontjából nyilván nem mindegy, tehát a nagy gimnáziumoknak, ahol nagyon sok diák felvételizik, sokkal nehezebb dolguk van, de azért 90-et sem volt könnyű úgy kijavítani, hogy ugyanakkor rendelet szabályozza, hogy 8 napon belül megtekintést kell szervezni a gyerekeknek. Tehát, és pont hétvégén írták, tehát már a következő hétvége már nem is fért bele ebbe, hogy ezt teljesítsük, ezt a rendeleti szabályozást, úgyhogy nagyon lóhalálában kellett a kollégáknak dolgozni azért, hogy ezek időre készen legyenek. Egy kicsi tájékoztatást szeretnék tőled kérni. Hova tovább a központi írásbeli felvételi után? Mivel általános iskola és gimnázium is vagytok, az ember azt gondolná, hogy többen szeretnének az intézmény berkein, falain belül maradni. Mennyire tapasztalod ezt? A diákjainknak úgy nagy átlagban a fele ott marad nálunk. Mindig vannak közöttük olyanok, akik inkább szakmát szeretnének tanulni, és valóban az is való nekik, és ezért más iskolába folytatják a tanulmányaikat. Van olyan diákunk is, aki gimnáziumból választ mást, mert hogy a 8 év után valami változásra vágyik, ami szintén érthető, de azok a diákok, akik szeretik a stabilitást, a megszokott környezetet, ők azok, akik jellemzően ott maradnak nálunk, és mi pedig nagyon örülünk neki, mert ott tudjuk pontosan, hogy mire tudunk építeni. A hozzánk más iskolából érkező diákoknál ugye ezt először fel kell térképezni, fel kell mérni, esetenként szintre hozni ahhoz, hogy tudjunk tovább dolgozni közösen. A saját diákjainknál tudjuk azt, hogy mire számíthatunk. Ugye itt egészen mást kérdést vetnek fel a szóbeli
vizsgák, hiszen több esetben ismeritek már azt a gyermeket, aki akár 7 éves kora óta hozzátok jár. Itt azért nagyon fontos megemlíteni azt, hogy sem pozitív, sem negatív megkülönböztetés nem érheti a gyerekeket. Hát ez természetes, hogy egy szóbelin a saját diákunk is ugyanolyan, mint a többi. Esetleg tőle nem kérdezzük meg azt, hogy van-e testvére, vagy anya-apa mivel foglalkozik, mert tudjuk róla, de egyébként a saját diákjaink annyi előnyt élveznek nálunk, hogy az általános tantervű képzésre biztos helyet biztosítunk nekik akkor, vagy biztos tovább tanulást biztosítunk nekik akkor, hogyha a tanulmányi átlaguk 7. évvégén és 8. fél évben a közismereti tantárgyakból meghaladja a 3,8-et. Ha ez teljesül, akkor automatikusan beléphetnek felvételi nélkül az általános tantervű gimnáziumi képzésünkbe, ami azt gondolom, hogy azért nagy előny, mert egy rendkívül jó biztonságérzetet ad annak, aki ezzel rendelkezik, hogy ott biztos helye van. A tagozatainkra, a matematika és angol tagozatra nekik is felvételizni kell, ott őket is megmérjük, tehát ilyen szempontból ő nekik is fontos a központi írásbeli is, illetve a szóbelik is, de azért egész más úgy leülni, vizsgázni, vagy szóbelizni, hogy tudja, hogy ott van egy biztos helye. Úgyhogy azt gondolom, hogy azért ez előny, és hát a mögötte van az, hogy mi tudjuk, hogy a saját átlagaink mögött milyen tudás rejtőzik. Úgyhogy ez egy nagy előny. Egyébként pedig a szóbelire mi azért tartunk feltétlenül igényt, mert nagyon fontos nekünk a személyes kapcsolat. Tehát szeretünk belenézni a gyerekek szemébe, szeretjük egy kicsit jobban megismerni, mint amit számok és papírok alapján egy gyerekről lehet tudni, hogy milyen osztályzatokat kapott, hogy éppen egy központi felvételin milyen teljesítményt nyújtott. Nagyon sokat számít nekünk az, hogy a személyisége milyen képességei vannak, amire persze 15 perc nagyon kevés idő ezt feltérképezni, de a semminél sokkal több. A tapasztalataid alapján nyilván egy 14-15 éves diák ilyenkor, ha anya, ha apa mondja, akkor is izgul, és pillangók repkednek a gyomrában. Te milyen jó tanáccsal látnád el ezeket a diákokat, akik majd érkeznek hozzátok, hogyan készüljenek egy ilyen szóbeli megmérettetésre? Hát az első és legfontosabb szerintem, hogy próbáljon önmaga lenni, és senki, hogy mondjam, elvárásainak ne akarjon megfelelni, hanem azt adja, ami igazán ő. Gyakorlati tanácsként inkább azt, hogy mondjuk például a mi iskolánkban mi nyilvánosságra hozzuk, hogy miből kérdezzük a gyerekeket, mondjuk ha matematika tagozatra jelentkezik, mit kérdezünk tőle, ha angol tagozatra jelentkezik, egy általános tantervű képzés esetén mi képezi az alapját a beszélgetésnek, hogy ezeket azért olvassák el és nézzék meg, hogy mit várunk tőlük ott. Ezek azok, amire készülni lehet. Egyébként pedig az a fontos, hogy tényleg olyanok legyenek, mint amilyenek igazából. Természetesen azért fontos az, hogy milyen a megjelenése, milyen módon kommunikál, de hát ezek mind adalékok ahhoz, hogy igazából milyen ő. Említetted a beszélgetésünk elején, hogy a 8-os diákok jelenleg a közepén vannak. Mit tudhatunk a további folyamatról, milyen megmérettetések várnak még a diákokra, még sikerül beiratkozni, miután felvételt nyernek, melyek a legfőbb dátumok? Igen, ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, egy kicsit talán túl hosszú is, mert hogy elkezdődik már december elején, amikor jelentkeznek a központi felvételikre, és vége csak április 23-án lesz, amikor már végleges eredményeket fogunk tudni nyilvánosságra hozni. Közben, ami egy lényeges időpont, hát ugye most a szóbeliknek az időpontja, ami elkezdődik február 21-ével, a mi iskolánkban 25-26-27-én szeretnénk akkor 3 napot arra szánnunk, hogy reggeltől estig gyakorlatilag folyamatosan szóbeliztetni fogunk. Ez egy olyan időszak, ami minden iskolában ilyenkor zajlik. A szülőknek talán inkább az a nehézség, hogy ha több helyre is jelentkezik a gyermek, hogy mindenütt ott tudjon lenni abban az időben, amikorra beosztották őt szóbelizni. Aztán a szóbelik után március 18-a az az időpont, ami egy lényeges dátum, azt gondolom, hogy elsősorban a jelentkező diákok, illetve szüleik számára, mert hogy ilyenkor hozzák nyilvánosságra az iskolák az úgynevezett ideiglenes felvételi jegyzéket, aminek az a lényege, hogy már az elért pontszámok alapján sorba állítják a jelentkező diákokat, és akkor meg tudjuk mondani azt, hogy ki az, aki egészen biztosan bekerül. Uh-huh. És ilyenkor szokott jönni a következő pánikroham, hogy csak várólistán van.
Ugyanakkor a várólista azért reális esély a bejutásra, mert mi középiskolaként nem látjuk azt, hogy a gyerekek még hány másik iskolába jelentkeztek, és elképzelhető az, hogy ugyanaz a gyerek 3-4 iskolának és mondjuk a biztosan felvettek kategóriájába tartozik. Ilyenkor számít az, hogy mit jelölt ő meg elsőként. Tehát a sorrend itt lényeges. És ahogy egy másik iskola, hogy úgy mondjam, elrabolja előlünk, vagy mi mások elől, akkor a várólistáról lép be a következő diák, úgyhogy azért ilyenkor nem kell még kétségbe esni, hogyha valaki várólistán van, mert azért onnan még nagyon sok diák be szokott jutni. Ami még egy lényeges információ, hogyha ott szerepel a diák, hogy biztosan nem veszi föl az iskola, mert akkor arra az iskolára nem számíthat a továbbiakban, hogy oda esetleg bekerül. A Rákóczi itt Szentendrén hány osztályt indít, és pontosan hány főt tudtok fogadni gimnázium első osztályában? 2 párhuzamos osztályt indítunk, és összesen 60 diákot tudunk maximum fogadni ebbe a 2 párhuzamos osztályba. Ez a jól bevált nálatok egyébként az elmúlt éveket tekintve? Így indultok mindig évről évre? Igen, ez a hát én most már nem is tudom, sokadik éve mindig 2 osztályt indítunk. Nem is olyan nagyon van több helyünk, tehát nem tudunk bővülni ilyen szempontból, de azt gondolom, hogy nincs is rá szükség. Aktív időszakot élnek a pedagógusok is kétségkívül ebben az időszakban. Van-e bármi olyan esemény, amit az intézménnyel kapcsolatban megemlítenél, ami ebben az évben még vár rátok, és nagyobb feladat, akár esemény, amit megemlítenél? Ó, hát nagyon sok minden, igen, mert közelmúltban beszélgettünk kollégákkal, hogy olyan 10 évvel ezelőtt még voltak tanév alatt olyan hónapok, mondjuk a november az olyan nyugodtabb hónap volt, meg a február, amikor olyan, úgy szépen zajlott minden, nem voltak extra események, most már nincsenek ilyen nyugodt hónapok, most már minden hónap mindig nagyon tele van feladattal és munkával, ami egyrésztről nagyon jó természetesen, meg sok programot szervezünk. Hát most a közeljövőben, ami vár ránk, az a ki mit tud a gyerekeknek, mert az mindig ilyen koratavasszal zajlik nálunk, ugyanis a tavaszi szünet előtti utolsó napon szervezzük mi mindig a Rákóczi napot, és a Rákóczi nap estéjén egy nagy gálát rendezünk majd a PMK színház termébe, ahol a legtehetségesebb diákjaink felléphetnek, és a szülők is eljöhetnek őket megnézni. Ez mindig egy nagyszabású rendezvény nálunk. Igazából mondhatnám úgy is, hogy a ki mit tud ennek egy válogatója, ahogy ott kiválogatjuk a legügyesebb gyerekeket, és nekik mint egy jutalom az, hogy a gálán is felléphetnek. Úgyhogy ez egy igen sok szervezést igénylő, és nagy feladat, meg sok készülést is igényel. Aztán itt van már nagyon közel hozzánk az is, hogy nemzeti ünnepünk március 15-e, mi a nemzeti ünnepeinket mindig ilyen nagyszabású iskolai rendezvényekkel, szép nagy műsorokkal szoktuk megünnepelni, úgyhogy erre is készülünk már. Aztán persze zajlik közben a felvételi, annak a utómunkálatai, és így tovább. Aztán hamarosan itt lesz a nyakunkon az elsősök beiratkozása, várjuk, hogy a kormányhivatal nyilvánosságra hozza, hogy az idén mikor lesz majd a beiratkozás időpontja. Mert ugye ez még kérdéses. Igen, ez még kérdéses. Általában április vége felé szokott lenni, de most, hogy ott van a húsvét is, április végére esik, úgyhogy most nem tudjuk pontosan, hogy előtte, utána, vagy hogy mint lesz, úgyhogy ezt is várjuk. A testnevelés tagozatra jelentkező pici óvisokat előtte még egy ilyen kis képességfelmérésre is várjuk, hogy ott megnézzük, hogy mozgásuk szempontjából javasolta nekik a testnevelés tagozat. Szóval nagyon sok feladatunk van most is még. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Ennyi feladat között időt szakítottál nekünk egy kis stúdióbeszélgetésre, és hát azt gondolom, hogy lebuktunk, hiszen sokszor szoktunk mi találkozni egy-egy interjú kapcsán, és próbáltalak magázni a beszélgetésünk elején, de közben tegeztelek, nézzék el nekünk a nézők, hogy az ismerettségünkre való tekintettel történt ez. Sok sikert nektek a továbbiakban, és sok erőt ahhoz, hogy ezt a sok-sok feladatot ugyanilyen mosolygósan és örömmel tudjátok elvégezni. Köszönjük szépen! A kedves televízió nézők figyelmét is megköszönöm. Önök a Hét embere című magazin műsorunkat látták itt a TV Szentendrén. Viszontlátásra!